Jó napot kívánok! Na, folytassuk! Nem emlékszek rá, hogy hol bohózkodtunk itt legutóbb. Ezen a tavon voltunk legutóbb, igen. Ne. Próbáljuk ki ezt. Gyűjtjük még egy kicsit a pontokat. Aztán veszünk valami durván jó csalit. Meg botot, meg orsót, meg mindent. Mindent is. Na nézzük. Milyen szép kockató. Ahogy szokvány mondani. Bemegyünk oda a sarokra. Tü-tü-tü-tü-tü. Futi. Az lesz az. Szokás szerint megpörgetjük a jó embert a csalánosba. Na, az a biztos. Na, az az. Na, szedjed a lábadat. Fú, ennyit bírtál sprintelni? Ember. Horgász hely igénylése. Megigényeltik. Na nézzük, felszerelésünk. Jó. Osztáusdj neki. Hús és pötz. És már megint ráálltunk a botok tetejére. Fantörpikus. Na nézzük. Te meg repülj tovább. Sok lett. Újra. Akkor ezt is letesszük. Hét óra 24 perc. Szép idő. Bármi lehetséges. Ott szembe velünk ott vannak jó helyek, úgy látom. A legközelebb oda próbáljuk. Behelyezni magunkat. Gyere ide, takarodj! Pólót még mindig nem cseréltünk. Mindegy. Jó van, meg van nedvesítve a ponymatrac. Nem, ez a sátor, ez csak kívülről tűnik kicsinek. Belépsz és ilyen óriás márványoszlopok fogadnak, tágas terek. Azért rendesen állunk a levegőbe, rajta a boton félig.
Na mindegy, hát... Ha így kell csinálni, így kell csinálni. Ott egy toj-toj velünk majdnem szembe. Ha nagyon sietni kell, akkor ugrás, úszás, aztán hajrá. Néma csend és hulal a szag. Berakjuk a harmadikat is, hát majd összegabajodnak. Nagy baj nem lehet. Jó, le is ért szépen. Na, valahogy álljunk már ki a botokból. Nem, nem, nem akarod a jót? Jó van. Ha nem, hát nem. Ha letesszük a kontrollert. Sugerál, sugerál, sugerál. Jó, mondjuk ez egy kicsit realisztikusabb, mint ami volt a múltkor, hogy ilyen 3 másodpercenként kapás mindegyik szereléken. Így most lehet relaxálni, hallgatni a madár csicsergést. Egész sima a vízfelszín is, nem nagyon fúj a szél. Teljesen jó. Csak kapás nincs. De az meg minek? Salala, salala, salala. Itt legyeskedik valami a kameránk előtt. És elerett az eső. Ennyit a szép időről. Nem forgattuk meg rendesen csávókánkat a csalámba, az a baj, én úgy érzem. Na. Most már jónak kell lennie. Kukucska.
Na? Senki? Senki többet? Harmadszor? Menjünk át a másik tóra. Hát ez csak megcsípegette. A szemét. Harap rá. Na hajrá. Ezt kivesszük. És rakunk rá kenyeret, mert hát ez tök egyértelmű. Ó, oh, perfect shot. Csat. Na, tedd le. Tedd le, aztán mennyi haza magadnak. Közben itt kiírtam, hogy szeretnék majd egy nyereményjátékot. Írhattok kommentbe, hogy ki minek örülne, ki szerint mi lenne a jó ajándék. Amiket kiírtam, azok csak ilyen ötletek. Nem akarják a jót. Felrakjuk a kisebb forgot. Ezek szenzitív halak. Lehet, hogy csak ilyen apróságok vannak itt aztán. Na, eláll az eső, lesz szép szivárvány, vagy valami? Csávokámnak bele lehet látni a fejébe, a száján keresztül. Át lehet látni a fején. Úgy, de micsoda szép virágok vannak itt, kérem szépen! Jajaj, ránk szólt a tótulaj, hogy ne menjünk messze a szerelékek botoktól, mert baj lesz. Kitiltanak örökre. Pedig nem is a dömeféle spitzbotokat használjuk. Hát nem akarnak kapni ezek a halak. Na, eső elállt, süt a nap, kék az ég. Unboxing videó, hát most nincsen. Most nem bontunk több 2500 dolláros fosadéknyomtatót. Ah, még meg kellene vágnom a videót, abból is aztán fölraknám egyébként, hogy okuljanak belőle, akik jelenleg Apex Maker nyomtatót akarnak venni, hogy ne tegyék.
Na jól van, hát szerintem átmegyek a másik tóra. Nem is. First person nézet, hát megőrülök neki. Na, átmegyünk a másik tóra, mert ez nem nyerte el a tetszésemet most per pillanat. Megyünk ide, itt voltunk a legutóbb is. Itt legalább fogtunk halat. Fú, bemenjünk oda. Bemegyünk, lesz egy saját szigetünk. Na, halló! Gyorsítsad már a lépteidet, te! Sziasztok, üdv mindenkinek! Senki nem ír, hogy mit szeretne nyerni, vagy mit nyerne szívesen? Milyenek vagytok? Hát tisztára elszomorodok. Ne csináljátok, itt fogok sírni. Na, megigényeljük a horgász helyet. Jó. Toljad neki, Jóska. Sutty. Jó, kavicsos, le is ért az aljára. És megint nem álltunk eléggé rá a horgászbotokra, hogy lehessen választani. Ó, te szerencsecsomag, te. Úgy, álljál oda bele. Jó, kettes botra. Besokaltunk, bocsánat. Az lesz az. Jó. A szék, amiben nem tudunk leülni. Na mindegy, hát ez van. Majd jövő héten, hogyha kislányom túl lesz a mandula műtéten, akkor remélhetőleg már valódi vízre is sikerül kimenni egyet horgászni. Az állami engedélyt azt már kiváltottam. Az már le van tudva. Rákok úszott a hármasra, hát mi baj lehet? Ja nem, mert nincs nálam. Nincs nálam. Na mindegy. Akkor... Jó. Gyönyörű szép nyírfás. Jaj, úristen, végre kapás van, szaladj te bolond! Gyerünk! Gyerünk! A végén még halat is fogunk.
Hogy ne kiabáljuk még el? Hát ez nem lesz valami. Nagy méretű ebatöta. Na. Tessék már kiírni, hogy szákolható. Na végre. Mi ez? Compó! 2,3 kg. És ez volt a kettes bot, akkor ezt középre vissza. Hajítjuk. Úgyni. Tedd le, hadd szóljon. Visít, már megint a kettes. Fölvesszük a kontaktust, de hát ez a hal, ez már mindjárt ki is repül a partra. Nem ez lesz a nap rekordfogása, úgy érzem. Ez a szákolásos sztori itt azért elég gagyin van megcsinálva. Jó, mondjuk az egész játék nem egy mestermű, de ez is compó lesz. Így igaz. Nem baj, gyűlik a XP. Na nézzük, te ki vagy? Na hát ő is nagyon közeledik, szóval ő se lesz. Ő se lesz a nagy, nagy ő. Gyára, gyára! Repülő hal, nem? Na nézzük, ki vagy te. Mutasd magad. Ó, micsoda szép dévérkeszeg. Na. Nagyszerű. Repülj vissza. Hát valami jó bojlit, vagy valamit kéne szerezni, de hát... Egyelőre kevés pontunk van.
Ott van faház is, most nézem. Püty, püty, püty. Na mi lesz ez, valami kis keszegecske? Kenyérre. Hát ez valami rekord kisméretű hal lesz. Nem, volt már ennél kisebb is. 1,1 kg. Vov, az igen. Pont egy kicsit besokalt. Sikerülni fog, én érzem. Kaphás. Kapás is on. Hát ez is valami picike jószág lesz. Ebi hal vagy valami. Na gyere már ki! Másikon lehet, hogy normális hal van. Halló! Na! Gyerünk, 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 gyerünk! Na, nagyon minimálisan távolodik, ez jó jel. Is lehet akár. Negyvenkét méter. 43. 44. Na, végén fogunk valami 10 kiló körüli jószágot. Ez még mindig távolodik. Na, most már nem. Megfáradtál, drága szág. Na nézzük! Nézzük, mit mutat! Na, végre valahára! Tizennégy egész három kiló, na! Yeah! Haluci! Lutty. Ja, jó. Á, mindegy. Akkor az egyeset meg elhajítjuk ide nagyon balra. És kapás. Kapás, mamás. Tedd le, ezt vedd föl. Nagyon ügyes vagy. Hűha.
Compó! Így van. 3,2 kiló. Na jó, hát akkor... akkor nem. Nem választunk csalit, akkor megnézzük, hogy itt mi történik. Enyhén távolodik. Hello, hello, csanás, Eurofishing Simulator, ha jól emlékszek, 2015-ös, 16-os játék. Eurofishing. Mi az ott? Ezt nem bírtam kinézni. Na, hát nézzenek oda. Ghost Carp. Jó. 8 kiló. Oké. Akkor ez a kettes bót, őt középre pozícionáljuk. És akkor a hármason pedig mi volt? Hus! Nagy őszerű! Szóval Eurofishing, csak a TikTok Live Studio nem ismeri a játékok között, ezért egyéb játéknak jelöli meg. Van már ennek a kiadónak azóta bőven újabb játéka is. Abba egy picit más a játékmechanika ez. Ez teljesen jó, ilyen relaxos, szögegyszerű. És hát a hármason. Hármas lett a nyerő. Üdv mindenkinek! Na, megvagy. De szép. 8,3. Jó, szerintem
kilépek, mert meg akarom nézni a shopot, hogy mit tudnánk fejleszteni. Van 1800 pontunk, hát az nem sok. Aha. Fú, hát ez önmagában 1750. Boiling az nem tudom mikor lesz, majd 1000 év múlva. Hát mindegy, ezt meg kell venni ahhoz, hogy oda jussunk. Jó. Igen, tackle box van, és akkor hát a ezt lecseréljük erre, így. Jó, szabad horgászat, vadzi. Menjünk, nézzük meg, történik-e valami. Múltkor itt egész szép halakat sikerült fogdozni. Megnézzük, hogy most is sikerrel járunk. É, vagy nem. Most megyünk ide. Hajnalodik. Kinézek a stégre. Kurvára nem látok semmit. Sötét van. És akkor rásétálunk szokás szerint ide a botokra, hogy biztos jó legyen. És hát beküldjük. Na nem így, ennél jobban. Ennél tudunk jobbat is. Ha nem is sokkal, de jó. Kavítőcsós. Te is repülj. Nem tudom, én a Red Deadbe szerettem, vagy szeretek horgászni. De hát... sokszor ez a való életben se annyira izgalmas. Én pont azért szeretem, mert... nap nagy részében itt vagyok a műhelyben, aztán... jó néha egy kicsit kiszabadulni a szabadba. Sokszor az se érdekelne, hogyha kapás nem lenne. Viszek könyvet. Aztán... hello, hello! Red Dead az zseniális. Az... nagyon eltalálták. Játékban legalább nem esznek meg a szúnyogok. Na ott meg az indiánok eregetik a füstfelhőt, küldik a füstjeleket, hogy itt lenni fehér ember bottal vigyázni.
Na? Van egy kis pitty-putty! Iha. Szépen távolodik. Bármi lehetséges. És kapás van a másikon is. Átúszik mindjárt tó túloldalára, vagy kijön ide a stékhez. Das ponty. Ó, milyen szép ponty. Na nézzük. Megvan-e még a kettes? Ketteske. Meglátjuk mindjárt, hogy ő mit mutat. Hát ő nagyon gyorsan közeledik. Mindjárt ideugrik mellénk konkrétan. Na, gyere ki! Na. Meg... van. Szia, Peti! Cimpi compó. Visszarakjuk az egyeset is. Szépen hajnalodik. Végén még látni is fogunk valamit. Köszi, köszi! Most valahogy szívesebben lennék ott így élőben.
Üdv mindenkinek! Csak a varázspálcát kellett venni a kezembe, és kapás! Hát, nem a naphala megint csak. Na megvan. Nézzük mi ez. Hal. Három achievement, az igen. First boss, az első boss fish. 4,8 kilós compó. Beceneve Slimer. Yeah. Na hát ezzel fölraktuk az íre a pontot. Köszönöm, hogy itt voltatok, most kicsi szünet, aztán este lehet, hogy még visszatérek. Igen, most volt egy boss fish. Pont az előbb. Pont az előbb. Na. Köszönöm a jelenlétet, jók lehetek, szép napot, jó pihit, vagy éppen amit csináltok. Sziasztok!